Térképen és fotón is mutatjuk, melyik épületet adta ki a bérletnek a pincei férfi. Látszik, hogy egy igazán impozáns és méreteiben is jelentős házról van szó a hollandiai hága belvárosában. A csaló a Facebookon a hágai magyarok nevű csoportban akadt későbbi áldozataira. A házas pár munkavállalás céljából keresett kiadó lakást a holland városban. Egy étteremben találkoztak a csalóval, aki azt mondta nekik, két lakása is van hágában. Végül megegyeztek abban, hogy egy 65 négyzetméteres havi 360 ezer forintért kivesznek tőle. Összesen két havi bérletet fizettek ki ahhoz, hogy megkapják a kulcsot, amit aztán futárszolgálattal kiküldtek a feleség hugának, aki szintén hágában élt. Ő viszont hiá ment a megadott címre a kulcsal, ott csak az indonéz nagykövetség munkatársait találta. Az átvert és 720 ezer forinttal megkárosított házas pár ekkor már hiába hívta a csalót. Válaszul csak annyit kaptak, hogy a megadott cím biztosan helyes. Ezután a rendőrséghez fordultak, így bukott le a nagykövetség épületét albérletbe kiadó férfi. A Tamási járásbíróság a vádlottat bűnösnek mondta ki csalás büntetében, ezért a korábban már többször büntetett előéletű vádlottat 10 hónap végrehajtandó szabadságvesztésre, börtönbüntetésre ítélte, és elrendelte egy vele szemben korábban kiszabott szabadság, felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását is. A hágai indonéz nagykövetség épületét albérletbe kiadó csalónak így összesen 15 hónapra kell börtönbe vonulnia, az ítélet jogerős.